Sziasztok, kiültem kicsit ide a gangra, mert hát most csak így futva jegyzem meg azért így a dolgokat, megnéztem ezeket a curly horse, vagy mi az anyám kinyagögöket. Hát, most nem tudom, hogy sírjak-e, vagy nevessek, hogy nektek mi erről a véleményetek, én azért kicsit kiégtem. Nem tudom, annyira furcsa nekem ez, ez az egész, nem tudom, hogy hogy mondjam, tényleg csak röhögök rajta, mert valahogy nem tudom, és sehogy nem tudok ezzel azonosulni, tehát én most megnézem, se a mozgása nem tetszik, se az, hogy valami töltszerű, nem tudom én micsodát ad elő, most lehet elküldeni engem alá a front oda, mert nekem valami nem tetszik, de azért ilyen szempontból most valahogy úgy vagyok, hogy ezt muszáj magamból kiadnom. Nem is értem valahogy úgy, hogy annyira furcsa, hogy jöttek az andalúzok, és imádtam őket, és tök jól néztek ki, és a többi. Erre most megkapunk egy ilyet. Nézzétek meg a trélert nyugodtan, az SSO már föltöltötte a YouTube csatornájára, de én megláttam, én kitértem a hitemből. Komolyan mondom, szerintem ez verni fogja a zóni, de komolyan. És már valahogy a jármódja se, tehát valahogy a lépésre az úgy még oké, de amikor megláttam azt a külön részt a vágtával, meg a nem tudom én mivel, akkor valahogy így a trakinak a nem is tudom milyen ügetési mozgási, nem tudom mivel tudnám összehasonlítani, amivel gyakorlatilag a ló húzza maga után a saját lábát. Hát annyira, nem tudom, nekem annyira furcsának tűnik, és kíváncsi vagyok, úgyhogy írjátok meg a véleményeteket, hogy mi erről, hogy mit gondoltok erről, vagy csak én vagyok a hülye, én vagyok ilyen kritikus, vagy valamit mondjatok nekem, mert egyszerűen fogalmam sincs, hogy most ez mi, vagy miért, vagy inkább minket ilyennek kínod. Jó, nem akarok annyira belemenni tényleg, mert még nincsenek a játékban, még van két napunk, meg mit tudom, én közben szememben süt a nap, amúgy az Evangélitok, mint a hülye. Szóval, nem tudom, annyira furcsa nekem most így ez az egész ló. Eleve már az, hogy göndör a sörénye, ami egyébként még talán annyira nem. Hát, nem tudom, az se jön be annyira, igazából. Tehát maga az, hogy göndör a sörénye, nekem annyira nem tetszik valahogy, úgy nem adja át szerintem ezt a dolgot. De én már azon is elgondolkodtam, hogy a következő, amit be fognak hozni, azok az egy kis bébi alpakák, azok is kb. Ugyanígy néztek ki, egy kis szőrös, göndör, bolyhos kis izék, azt majd a nyeregtáskában lehet őket rakosgatni. Most már úgy is van macska, van róka, van pók. Ugye, pókimádóknak. Most már minden van, én most már csak az alpakákat várom. Komolyan írjatok levelet az SSO-nak. Mindenki, én is írok, hogy legyenek bébi alpakák a játékban is. Azokat is nyeregtáskába tudjuk majd pakolgatni, mert az annyira mit. Szóval visszatérve ezekre a lovakra. Az ágaskodásuk is elég furcsa. Tehát, hogy megnéztem, most bocsánat, nem tudom nektek bevágni, mert ezt most csak így nagyon kutyafutába veszem fel ezt a videót, mert lassan el kell rohannom, de azért gondoltam, még ezt fölteszem nektek. Szóval eleve az ágaskodása se tetszik. Egyetlen dolog tetszik, még nagyon-nagyon maximum, és az a lépés. Szóval ez a... Meg ez a töltszerű jármód, vagy nem tudom, hogy, tehát nem tudom, mi egyszerűen mihez hasonlítani, valahogy úgy néz ki, de mégse, tehát, hogy olyan, nem tudom, nagyon-nagyon érdekes, pont itt a végésekkel kezdtük el kitárgyalni ezt a dolgot, de nem nagyon jutottunk dőlőre vele, az az igazság, úgyhogy ők most szipolyozzák éppen a véremet azzal, hogy talán lesz egy betétársa a kedves zónikámnak, amelyik úgy Isten igazából ki fog idegelni. Még egyelőre nem tudom, de azért valamira kíváncsi leszek tényleg, főleg a ti véleményetekre egyébként, mert most vagy én vagyok ennyire flugos, vagy haklis, vagy ennyire nem tudom, nem lehet nekem megfelelni, vagy nem értem, tehát hogy egyszerűen fogalmam sincs, hogy most ez hogy, de nekem valahogy semmennyire nem tetszik. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek róla, mert azért én általában jó véleménnyel szoktam lenni a lovakról, mert úgy szeretem meg minden. De ez most egy kicsit az andalúzok után nagyon, nagyon ilyen övön aluli
dolog volt, mert az andalúzokat szerintem nagyon-nagyon jól megcsinálták, és azt hittem, hogy most behozzák ezeket a göndör lovakat, vagy curly horse, vagy nem tudom egyáltalán, hogy minek hívjam őket. Azt hittem, hogy ezzel azért úgy nem lőnek ekkora bakot. Úgyhogy nekem most ez annyira nem tetszik, de majd hát nem tudom, hogy fogok-e venni, de meg fogom majd nézni, amint tudom, és akkor majd meglátjuk, hogy akkor is ugyanilyen véleménnyel leszek-e. Addig is viszont várom a véleményeiteket, nekem most el kell rohannom, de azért gondoltam, hogy megosztom veletek ezt a csodálatos hírt, hogy itt vannak a curly horse-ok, a göndörszőrű lovak, és ennyi. Úgyhogy várom a kommenteket, hogy nektek miről a véleményetek, mert egyelőre nekem semmi. Nuku, nista, elfogyott. Illetve hát ami volt, azt is elmondtam. A többit meg majd szerdán meglátjuk. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és legközelebb találkozunk, majd szerintem vagy a frissítése jelentkezem, vagy még lehet, hogy előtte jövök egy videóval, de azt nem ma, hanem talán majd holnap, nagy valószínűséggel. De majd meglátjuk. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!